Európában az eredeti, vagy legalább túlnyomó részt tiszta vérű, vad európai muflonállomány csak Szardínián és Korzikán él. Ez a faj a gyakran csak szorványos növényzettel borított földközi tenger melléki hegyekhez alkalmazkodott, ahol a köves altalajukon patáit is eléggé gyorsan lekoptatja. Hazánkban Forgács Károly gróf révén érkezett, aki az 1868-69-es években 10 muflont hozatott a Nyitra megyei Gimesi vár melletti vadas kertjébe a brüsszeli és a frankfurti állatkertből. Később Magyarország több vadas kertjébe és erdő területére betelepítették. Ma szigetszerűen megtalálható hazánk valamennyi középhegységi részén. Most látható felvételeink a Bakony mélyén készültek. A muflon ideje tekintélyes részét legeléssel vagy kérődzéssel tölti, de kevésbé nyugodt területeken, főleg szürkületkor jár táplálék után. Ahol nem zavarják, nappal is megfigyelhető. Jól lát és fut, ügyesen ugrik. Mint a többi vadjuh, ők is szívesen tömörülnek nyájba, amelyet egy idősebb nőstény vezet. Egy nyájban 50-100 állat is lehet. Tápláléka lágyszárúak, füvek. Éppen ezért a muflon télidőben, azaz immár örök vendég, akire állandóan fokozott figyelmet kell fordítani, bármelyik erdőgazdaság területéről is beszélünk. Hosszabb idejű vastag hóborítás, erősebb ónos esőzések esetén ugyanis az állomány veszélybe kerülhet. Ezért mesterséges etetésük ilyen időszakokban akár létkérdéssé is válhat számukra. A muflon képtelen a vastag hó alul kibányászni táplálékát. Természetes azonban, hogy ezt a betelepítő ember is tudja. Nincs olyan erdőgazdaság hazánkban, amely veszni hagyná e szép kiállású remek vadász élményt és még igézőbb természetfilmes pillanatokat szerző látványos fajunkat. Tekintélyes állományával immár több mint 150 éve színesíti a hazai, állandóan vadászható nagyvadaink gazdag kínálatát.